Jó napot, kedves nézőközönség! Én Mata Barna vagyok, és ez itt az Európai Vezetésnél Burgundorzon következő része. A legjobb, hogy emlékeztek, megkezdtük az előkészületet a nagy vallásháborúra. Megtámadtuk a pfalci választót, amivel magunk ellen rántottuk Ausztriát és Csehországot és Milánót. A katolikus liga birodalmi részének a legerősebb tagjait. Ma pedig remélhetően le fogjuk zárni ezt a háborút, és tovább is előkészítjük a nagy vallásháborút. Legutóbb azzal zártunk, hogy 24 ezer osztrák megjelent Mainzban, valami 4 ezer sziléziai ment Bréma felé. Szóval Péter de Brimő, igen, az ő seregével, és a zsoldos seregünkkel, ami eddig Milánot ostromolta, velük erőtelett menetben, megindulunk Mainz felé, hogy megsemmisítsük az osztrákok erejét. Közben a háború eléggé rendesen megfordult, ha emlékeztek, túlerőből indult az ellenség, viszont azóta feltornáztuk a seregünket, és ledaráltuk az övéket. Tehát most a mi 120 ezer gyalogosunk néz szembe az ő 58 ezer gyalogosukkal, az 53 ezer lovasunk az ő 11 ezer lovasukkal, és a 48 ezer tüzérünk az ő 37 ezer tüzérükkel. Bár azért azt meg kell adni, hogy a mi számainkból egy kicsi levonható, mert hozzáveszi a kolóniáim 10 ezer katonáját, akik nem fognak megjelenni a kontinensen. Ők maradnak a kolóniákon. Még arra is képesek, hogy de leverték a parasztlázdókat, oké, visszavontam, mindegy. Apropó, hol is vannak Kornstein? Ja igen, kettő Floridában és egy Pentagonben. Oké. Okay. Lehet, hogy ezeket nem kéne megpróbálnom kimondani. No. Úgyhogy, folytassuk a háborút. Svájcon mások aztán nem vonulhatok át, de ez őket nem zavarja. Marokkó békét ajánl, de ez külön békét jelent, ami felcseszni a spanyolok agyát, és igazából Marokkó engem nem fenyeget. Azzal fenyegednének, hogy a blokkádra levennék Hollandiát, de azt már Skandinávia megteszi nekem. Köszönöm szépen. Ó, hogy elnézem, én a 37 ezer lengyel is Mainz felé. Szegény Ausztria. A sziléziaiak úgy tűnik rájöttek, hogy jó ötlet lenne visszavonulni, még mielőtt odaérek. No, a lengyel itt vannak igazából, csak ide jönnek kitölteni a sorainkat. Ezeket megsemmisítettük, a fél hadseregük elpusztult. Ja, 13 ezer ember haladt. Remek. Már így az osztrák oldalról. Ausztria elég rendesen kimerült már a háborúban, ez valószínűleg Steyer elszakadási mozgalmakhoz fog vezetni, hogyha így megy tovább. Valamint erre akkor még nem számítottam, de lehetséges, hogy mi is volt ez? Varasd? Varasdban rá fognak cseszni arra, hogy az is megpróbál elszakadni, hogy túlságosan kimerülnek. Amit ugye már miattunk nekik vissza a békével. Mert miattunk nekik oda. Azt hiszem soha nem törtek be oda maguktól, csak amikor én adattam nekik. Oké, okay, ezeket a seregeket rendeljük. Az egyik, ami azt jelenti, először megszállja a Augsburgot és utána megy Tirolba. Ezzel kiütjük az osztrákok aranybányáját, a másik pedig megy vissza Milánóba. Ami azt jelenti, ez a sereg jön Augsburgba, és ez a sereg megy Milánóba. A zsoldosok legyenek a fronton. Milánó nem annyira veszélyes jelenleg, mint Ausztria, hogyha mégis ott van még 24 ezer ember, hogy támogassa a seregeskénket. Oké, okay. Ott hagyták Novarát a lengyel litvánok. Visszajöttem megszállni, semmi gond. Milánót mellesleg továbbra is az a terv, hogy akkor kiütjük, amint csak tudjuk. Áborút nem fogjuk lezárni a Hanzával jó ideig. Az egyetlen esetőség, amikor le fogjuk zárni gyorsan a háborút, az, hogyha a lengyel litvánia kiugrik. Ők már csak éppen Érsekújvárban harcolgatnak. Brandenburgot elkezdte megszállni a Hanza, ők is beléptek a háborúba, úgy... Ők is... Várjunk, ez milyen háború? Ők Hamburgot akarják, és Brandenburg szembe került Skandináviával, ez az. A liga elkezdte széttépni magát. Elég rendesen megbontotta most az európai szövetségi rendszereket, és ez a háború egyébként pláne megfogja. A magyarok és az oroszok mellé fogok kerülni, szembe a lengyelitvánokkal, az osztrákokkal és a csehekkel, meg Brandenburggal, amikkel eddig jópofizni akartam. Anglia továbbra is rühelni fog, az nem válzik, de Ausztria meg Anglia mellé kerül, pontosabban Nagy-Britannia mellé most már. Teljesen fel fog borulni az európai diplomácia. Marokkóval továbbra se akarok békét, a spanyolok úgy tűnik, hogyha van egy kis ez az eminek, akkor most azonnal elindul nyugatra és megszállja Tangiert, de egyébként a Ticking Wars-kor miatt vagyunk ilyen szarul. Minusz 25-öt kapunk belőle. Szilézia megszállt a kelet-fríz földet. Aztán ott hagyta. Viszont a Hanza maradék hadsereg elkezdte ostromolni Brémát. Abban a pillanatban, hogy befejezzük Genova ostromát, vagy Graubünden ostromát, felrendelünk egy haderőt és megsemmisítjük őket. A Hanza, ha jól tudom, ugyanúgy ligatag. Nem, az Monferrato. Hol van a Hanza? Nem tűnik, nem ligatag. A krími kánság ligatag. Wow. Várjunk, törökjűbéresek? Nem. A krími kánság ligatag, oké. Okay. Már az is hardcore volt, hogy az oszmán törökök ligatagok, de azt a rohadt. Oké, okay, itt van egy skandináv hadsereg, ezekkel együtt már veszélyesebbek, akkor két hadsereget kell fölrendelnünk, oké. Okay. Kész van a kolóniánk Pentagvébe, vagy ilyen életez. Kezdjük el kolonizálni azt ott. Ezzel összekötjük Burgund Kanadát, Burgund Kelet-Amerikával.
Az ott jó, több mint 30 ezer ember. 36 ezer, ami azt illeti. Oké, Robert seregét felrendeljük északra, viszont az erődrendszer mögött tartjuk, így nem tudnak rá csapást mérni a skandináv, hogy is hívjákok, skandináv hanzaiak. Bár tudjuk, hogy a skandinávok leszarják az erődöket. Tehát ezzel vigyáznunk kell. Graubündenből pedig szintén felrendeljük a csapatainkat. Legyen mondjuk, szintén ide, Aachenbe. Milánót kiütjük háborúból abban a pillanatban, hogy Milánó maga elesik. Ja, és közben elkezdünk jogot fabrikálni Trierre. Ugyanis be fognak lépni a Liga oldalán, és Trier az egyik tartománya, ami még kell ahhoz, hogy mi legyünk Lotharingia. A másik Köln. Őket majd annexióval hozzuk be. Ezzel ki fogunk ütni egy választót, és hogyha bejön a tervem és én leszek a császár a háború lezárásának pillanatában, akkor rögtön ki tudok nevezni egy választót, aki onnan bírni fogja a pofámat. Valószínűleg Ulm lesz az. Gottmit Ulm. Pfalz esélytelen, Brandenburg túl erős és már külön is választó, Würzburg lenne még esélyes, hogy át tudom téríteni őket a háborúban és meg tudom kedveltetni magam velük. Na, 38 ezer ellenség, 52 ezer szövetséges. Előre. Ez a csereg Osnabrückbe, ez Oldenburgba. Hogyha ő támad, nekem annál jobb. Oké, át hajába. Nassau a koalíción ellenünk. Zúzzuk össze őket, utána ezzel a csereggel megfordulunk, a másikkal meglátjuk. Közel kétszeres túlerőnk. Bár nullást dobtunk, az ellenség pedig 8-ast, de akkor az arcvonalunk, hogy szétkapjuk őket. Már tüzérek vannak az arcvonalukban, ez a vereség jele. 13-14 ezer emberük halott, 15, ami ezt illeti. Megöltünk pár benszülöttet, csak a szokásos, hétvégi hírek. A lengyel ifánok szétkapnak még egy osztrák hadsereget, oké. A hadseregünket közben mi, várjunk először, szálljunk meg, hogy jelen aztán megszállja az hadsereg, oké. Ezt a hadsereget lerendeljük Linzbe. Nem, lerendeljük és megostromoljuk Égert. Már itt, tudom, már mint azt hiszem, hogy ezt Egernek kéne másleg ejtenem, de a oh, fuck! Surprise Milano. Szóval azt hiszem, hogy Egernek kéne ejtenem, csak egyszerűen azért ejtem Égernek, hogy ne keverjük a kettőt. Justagában föllázadtak a benszülöttek. Levertük őket. Már így nem leverjük őket, hanem megesznek 100 koinsát 895-ből. Nem szó szerint. Nem hosszú disznó. Ezzel a seggel megyünk tovább Éger, mármint Eger felé. Ami azt illeti, ezzel a hadsereggel inkább megszálljuk Pilsent. Itt van már a tiroli hadsereg, az úgyis arra fog menni, és a Milánót is visszarendeljük abba a pillanatba, hogy hogy is hívják. Hogy magát Milánót megszálljuk. Oha, 32 ezer ellenséges csapat, 5 ezer lengyel litván ellen. Kiér oda hamarabb, ők. Várjunk, ezek hol vannak most? Ezek most értek Erzbe? Á, oké. Okay. Na ez a kettő lassacskán már elesett, nem? Ahogy három hónapja dobálok rá 40%-okat. Meghalt a Habsburg főherceg, és helyette megkoronázták első konc császárt. Már meghalt konc, és helyette megkoronázták 9. Lipót Jánost. Azt hiszem, hogy van a János, nem vagyok biztos, mindegy. Ez elméletileg megszakadt az uralkodói házasságunk. Igen, oké. Okay. Vagy már korábban megszakadt volna egyel? Lehetséges. Azt hiszem megszakadt, amikor meghalt a mi uralkodónk. Na, Milánó kiúrik a háborúból, garantáltan. Ezt nem fogadják el, hogy a hübéreseim legyenek, nem fogadják el, hogy rájuk kényszerítsen a vallásomat. Amit elfogadnak, az, hogy Genovát bírom én? Genova utálja a pofámat és ligatagok? Ez itt Trier. Nem, újbá tűnik, hogy nem, oké. Okay. Tehát Milánóval visszaadjuk Genovát Genovának. Monferrat ligatag, arra emlékszem. Vagyok, vigyázunk. Felbontjuk az osztrák és a brandenburgi szövetséget, elvágjuk őket a Liga országaitól. És követelünk tőlük jó sok kártérítést. Fenn kell tartanunk valamiből a háborút. Ezzel a haderőnkkel pedig jövünk és segítünk ennek a kettőnek megsemmisíteni az egyesített csepp-skandináv haderőt. Zsoldosok közben ostromolják tovább Tirolt és bármiféle osztrák támadást visszavernek. Spanyolország bebukta a háborút Marokkó ellen, mert nem szállta meg soha a céltartományt. És a palota grófságra magunk van. Térítsük át két év. Átengedjük Genovát, mert jó fejek vagyunk.
Sziléziát akkor engedjük ki a háborúban, amikor a lengyel litvánok megszállják. Valószínűleg anektáljuk lengyel... Ja, a lengyel litvánokkal anektáltatjuk Sziléziát. Ezzel belülről gyengítve az országukat, megjegyzem. Nem vagyok hülye, tudom, hogy ligatagok. Ezzel a drővel megyünk és nem ostromoljuk meg Prágát, mert ott van Éger. De kerülgetünk és ostromolgatjuk a tartományokat. Ahogy elnézem, Brandenburgban vonulnak föl az ellenséges erők. Ezzel feladtam mondjuk Pilsent. Fuck, ezt el is felejtettem, hogy a prágai erőd ugyanúgy számít. Oké, okay, kész van egy kolóniánk. Meg kell szokni egyébként nekem is ezt erődrendszert. Csináljunk még egyet. Ott nem. Ott sem. Csináljunk egyet itt, Chathotban. Kerülni próbálom azok a területeket, ahol nagyon veszélyesek az őslakosok. Mások az ember erőforrásaink zérón vannak. Tehát mi is rendesen kimerültünk a háborúban. Szerencsére aztán pont kidoltam azt ideát, nem. De pont kidoltam azt ideát, amitől egy harmaddal olcsóbb a zsoldos hadseregünk fenntartása, úgy ahogy van. Viszont ezután minél gyorsabban el kell kezdenem készülni a liga elleni csapásra, amíg az osztrákok ki vannak merülve és ki tudom használni ezt, hogy ekkora kasszám van. Azt hiszem az lesz a terv, beveszünk Tirolt. Oké, okay, keressük az ifjúság forrását, beveszünk Tirolt. Közben a lengyel itt van, takarítják föl nekünk az osztrákokat Graubündenben. Beveszünk Tirolt, és a teljes hadseregünkkel északra csapunk, megsemmisítjük a szövetség erejét. Kivéve azokról, akik Jégert ostromolják, északra csapunk. Megsemmisítjük a szövetség erejét és békét kötünk. És utána lényegében a tűzszünet lejártával megindítjuk a vallásháborút. Igen. Több adó, több pénz. Ezeket anektáljuk Lengyel-Litvániában, közben lenyújjuk a teljes államkosszájukat. Tessék Lengyel-Litvániában, itt egy kis boroszló. Jó nagy tüske Csehország oldalában is lemegjegyzem, innentől fogva ők is imádni fogják a lengyel-litvánokat. Az igazság, hogy sajnálatos módon ez az átkos liga egybe fog maradni, akármit csinálok. Nem utálják meg egymást annyira, hogy ellenem ne lépjenek be. Már itt aztán meg se kérdezik a benn lévő országokat, de nem utálják meg egymást annyira, hogy kiugráljanak a ligából. Oké, okay, kolonizáljuk. Raritant, vagy mi ez? És kifejeztetjük a hadig Alleon, de megint ott vagyunk, hogy ez növeli a kolóniáink hatótávát, aminek köszönhetően mehetünk nagyobb expedíciókra. De nem, két év múlva fejlesztjük ki, amikor már nem lesz negatív modifier. Na! A sereget két részre osztották, ami nekem csak jó. Semmisítsünk meg először a cselkét. A zsoldos sereg vezeti a rohamot elméletileg. Kapjunk mínusz adókat, mert jelenleg eléggé nagy kasszával tudom viselni a háborút még egy ideig. Kávé terjed. Oké, okay, megsemmisítjük a cseheket, a skandinávok nem is jönnek segítséget nyújtani. Remek. Nem, Skandináviával nem fogadunk el külön békét, amíg van katonájuk a környékemen. Admin pontok, nem akarok elfoglalni semmit. Új ideafa nem kell, mert még úgy sincsenek pontja, hogy bele tudnék ölni. Kapjunk még egy kereskedőt. És menjünk tovább a 10%-os increase felé a gyalogság terén. Na. Van egy kereskedőm, aki viszi el Párizs felé a Rajnáról az javakat. Itt nincs kereskedőm. Kiküldjük Ode Turnantot, vagy mi ez, hogy térítse a lübecki javakat az angol csatorna felé. Folyjuk a teljes hadseregünket, kivéve, nem a zsoldosokat, ezt a hadsereget, ami a saját emberi erőforrásunkba áll fönn, és megszálljuk azt a tartományt. Oj! Nincs maxon a morálunk. Külön válni. Zsoldos hadsereg feltöltődik, zsoldos hadsereg vezeti a rohamot. Utána jöhet a mi saját hadseregecskénk. Hogyan megszálltuk? Svájcben van az evangélikus ligában. Unióban úgy értem. Nem tudom miért hív a ligának a játék, de mindegy. Verjünk, ezek heten vannak, oké. Okay. Már megijedtem, hogy eltűnt egy választó. És nem tehetem meg, hogy annyival kevesebb pénzem legyen. Kapjon Lotharingia egy kis unrestet, nem hal bele.
Szardiniaiak már megint szarakodnak velem. Na jó. Csehország kiugrik. Csehország kiugrik. Skandinávia kiugrik, mert nem ad Warscore-t ugye a csatanyereség, és így nem fogadnak el semmiféle követelést. Ezzel fölmegy a relatív Warscore-ú, mert több olyan tartomány van, ami nincs benne a háborúban, és így nem gondol, hogy nem szálltunk meg. Mecklenburg kiugrik. 12 nap múlva visszajön a diplomatám, és akkor majd igen. Addig megyünk és lekaszálunk 1000 Szardiniait, mert miért ne? Ad egy 0,5%-ot a Warscore-omhoz. Lemegyünk délre közben Bajorországba, és megsemmisítjük azt az osztrák seregecskét. És akkor az emberi erőforrásainkat takarítjuk fel a szardiniaiakat. A zsoldosok menjenek inkább az osztrák erők ellen. Esik szét ellenünk a koalíció, tehát ha most nem követek tartományt, akkor nem lesz ellenem koalíció. A lengyel itt vannak, úgy látom már ráugrottak arra az osztrák seregre teljes erőből, de azért a biztonsági kedvéért lemegyünk Bajorországba. Erődemonstrációnak, ha másnak nem. Jó, nyertünk, oké. A kói csatát kérdésén kívül megnyertük. Vissza is került irányításunkra a tartomány. Mecklenburg kiugra száborúból? Ki? Rájuk kényszeríthetném megint a protestantizmust, ha nagyon akarnám, de... nem akarom annyira. Addig a biztonság kedvéért szálljunk meg Linzet, az is dob a Warscore-on. Oké, azért közben megint a diplomatánk. Kiütjük Szardiniát. Szardinia nem ugrik ki. A lovagok megszállt tartományokkal nem minden, hogy kiugranának. Ja, nem ugranak ki, oké. Mert ők nem is ostromolnak erődöket, csak beállt, akkor az egy megszállt tartományra is kifosztják. Ausztria, tőled mit követeljünk? Eleresztethetem pedig Horvátországot, azzal szarra sem megyek Salzburgot, és azzal sem megyek szarra sem, és Augsburgot meg nem engedik el, oké. Átadhat Velence. Velence benne van valamelyik ligában? Nincs. Viszont nem fogadják el, hogy átadjak ott tartományokat. Nem is foglaltam el ott erődöt, gondolom ez is belszámít. Meg nem akarják elfogadni egyszerűen. Ja, meg nem akarnak alapból különbékét kötni természetesen. Követelünk tőlük pénzt. Jó sok pénzt. Kimerítjük az osztrák államkasszát, amennyire lehet, hogy fölmenjen az államadóságok, amikor zsoldosokat vesznek fel a vallásháborúhoz. És a Hanza. Miattok robbantottuk ki a háborút. Hogyha elismertetem velük a vereséget, szart se kapok. Nem kényszerítettem rájuk valamiért a vallásomat, bár nem olyan rohadt nagy államok. Kit akarná... ki elengedik egész Brémát nekem? What the fuck? Velünk miért nem engedik el Hamburgot? Mert nem foglaltam el területet a teljességben, ez akkora baromság. Na mindegy. Riga ki? Az is Hanza? Ó, Hanza jól rátette a kezét a balti tengerre ezek szerint. Na mindegy. Elengedhetjük velük egész Brémát, kérünk tőlük egy rakás pénzt, és kártérítés, azt már nem adnak. Ja, oké, okay, akkor így fejezzük be. Elengedhetjük Brémát. És adja az ég, hogy Bréma luteránus legyen, amikor elszakad. Nem az. Ez mondjuk kicsit hülyeség, hogy nem azon a valláson szakad el az állam, mint te vagy. Tehát azért ezt talán be lehetne valahogy foglalni a követelésekbe, és nem is tudok belül hűvéres csinálni és követelni az áttérésüket, de talán nem fognak belépni a ligába. Az olyan, hogy a Hanza államkasszája is rendesen kiürült. Viszont most föl kéne vennem pár tanácsadót. Fölveszük ezt az ipsét, hogy a koalíció maradékát is lebontsa ellenünk. És ennyi, mert sokba kerül minden jelenleg. A zsoldos hadsereget... hány évig van tűzszünetem az osztrákokkal? 2 évig. A zsoldos hadsereget nem bontjuk le, hazarendeljük. A szabadulóságban fognak állomásozni egyelőre. Letoljuk kettővel a kimerültséget. A 29 ezres hadsereg jön Lomba. A 16 ezres hadsereg jön Brabantba. A 14 ezres Gantba. És egyelőre várunk. Elvesztettük a prosperitásunkat. Mert infláció van, az 75 admin pont kell, hogy levigyem. Az infláció mesleg abból jött, hogy rohadt sok pénzt szereztünk a háborúkban. Ja, vigyük le a diplótek árát, mert ne. Úgy építünk manapság hajókat. Trigger alcsacskán kész lesz a jogunk. Lengyel Litvánia felbontotta a szövetségét, valamiért nem szeretnek már. Meghalt spanyolországi Margarita, Spanyolországban instabilitás fog okozni, aminek határozottan nem örülök. A kapcsolataimat viszont elkezdem növelni ruszkikkal, mert úgyis hamarosan
egy háborúban leszünk bent. És most, hogy a lengyel-litvánokkal nincs szövetségem, az oroszok nem utálnak azért, mert szövetkezek a lengyel-litvánokkal. Kelet-Lengyelországot akarják az egészet? Azt a rohadt! Oroszország itt rohadtul megerősödhet, hogy jól játsza ki alapjait. Brunswick. Jó, oké. A Braunschweigi elektorral szövetségre lépünk. Nem ligatag, ugye? Nem. Oké, a protestáns unió tagja, ez az. Egy elektor, aki garantáltan ránk szavaz. Lényegében ezt jelenti ez. Ki másra szavazna a protestáns hatalmak közül? Ulmra? Talán? Nem, Ulm nem monarchia, nem lehet. Magára szavazhatná esetleg rajtam kívül. Az pedig nem fogja, nem elég erős hozzá. Kész a Triri mag, ó, ezt elfogadjuk, akkor nem is kell a diplomatám, de mindegy. És szövetségre lépünk, és házasságra, ami azt illeti Brémával. Megvan, ki lesz a következő elektorom, amikor vallást vált. Hogyha én leszek a császár, azért ez egy nagyon nagy ha, az emmi érdekesen tud szavazni. Brémával házasságra lépünk, mert hercegségként hoztuk őket létre, ezzel meg is van az öt kapcsolatunk, de azért Oroszországgal felépítjük szépen a kapcsolatainkat. Magyarország szintén fontos lesz, akik lassacskán mensre kieverik az osztrák háborút. Kaptam mínusz 6000 manpowert, ami nem probléma, mert nullán van a manpower, ami ilyenkor nem vesz le. Manpower nem medne mínuszba. Viszont barakokat kell építenünk, hogy ezt pótoljuk. Nem engedhetjük meg, hogy ennyire lesz a manpowerünk. Valamit építünk katedrálisokat, hogyha akarunk, de csak pár városban lenne értelme. Építsünk barakokat, ahol van értelmük. Ami azt illeti, nem, mégse építünk barakkot. Rögtön kiképzőterepet építünk. Itt. Ott, látlak ám Gant. És ennyi lesz. Párizsban nem építjük meg az utolsót, mert túl sok pénzt vesztünk. Oké. Még több bunda. Tényleg ez a bunda monopólium. A bundapólium, úgy is mondhatnám. Ajde, megnőtt a liga, amíg nem figyeltem. Portugáliával Spanyolország elbír. Magyarország és Oroszország talán elbírnak a lengyel-litvánokkal. Tudtam, a lengyel-litván hadsereg erősebb a ruszkinál, de most eléggé rendesen restrapálódott. Ja, most az orosz erősebb éppen, de ez csak pillanatnyi állapot. Bár hány zsoldos ezzel van a lengyel-litvánoknak? Lengyel-litvániának 3 zsoldos ezzel van. Wow. Jól fenntartják, a manpower-ök pedig 5000, a ruszkinak 12000, wow. Jól le vannak strapálódva, itt nem mondjak. Perzsia tartja fönn a világ 4. legnagyobb hadseregét 0 manpowerrel és 0 zsoldossal, azta. Törököknek brutális mennyiségű tartaléka van. Na jó, akkor lássuk Ausztriát, mert ugye ez nem Paradox ABC-ben van a Crusader Kings 2-vel ellentétben. 8000 manpower, 19000 zsoldos és így van 22000 emberük. Ja, oké. Betettünk nekik a háborúval rendesen. Oké, ebből egy jó kis vallásháborút ki tudunk hozni, ha nagyon akarunk. Ti hova nem mentetek, ahova mondtam? Gant. Ah, most a páciak akarnak lázadni, kirendeljük őket a palotagrófság területére. Már úgyis dolgozik rajta másra a központon, de nem is kell oda az a misszionárius, de azért ott hagyjuk. Másra Ausztria nem követeli vissza a tartományokat, aztán azért, mert tűzszünetünk van, és akkor nem tehetik konkrétan. A diplópontjaimat megtartom arra, hogy levigyem a kimerültséget. 100 prestige, ez megdobja a morálunkat elméletileg, mint a fene. 10% morálja. És plusz legitimációt ad, ami nagyon jól jön nekünk. Még Robertnek is csak 60 akármennyiről indult. Nem, azt hiszem 50-ről indult, és feltornáztuk 60 akármennyire. Kitört az angol polgárháború. És úgy tűnik, hogy a royalisták, ez nem vagyok már biztos, hogy mit csinál ez esemény. Ezt még nem láttam egyébként triggerelni érdekes módon. A royalisták mellé álltak, gondolom? Na mindegy. Az a lényeg, hogy Anglia instabil. Lengyel-litvánia rivalizál velem. Moldávia embargózik engem. Mi ez? Szóval nem találtuk meg. De megtaláltuk. És bőzlik, mint a szar. Oké. Tehát szarra sem megyünk az ifjúság akármi csodájával, mert mindenki megdöglik, aki belemegy. Hurrá. Oroszország nem akar velem házasságot, mert túl messze vannak a határok. Már nem sokáig. Oké, Pfalz áttért. Helyes. Itt azt hiszem eltűnt minden negatív modifier. Igen. Feltornázhatnám, mennyibe kerül?
Hogy érik, hogy mennyibe kerül. Szerintem, hogy az alap 600-ig jó. Feltornásszuk, nem kerül túl sokba, kb. 500-ba, ja, oké. Okay. San Jose-ba dohány termesztünk. Az azt hiszem ez, nem ez. Az, nem az, az Amboa. Az. Ah, San Jose, oké. Okay. Közben észároljuk mindenhol szegény ős lakosokat. Szerintem fél kontinenset már kiirtottuk, ahogy haladunk. Mert csak eléggé lelassult Portugál-Argentina terjeszkedése. Nagyon ráfeküdtek Kolumbiára. Spanyolok úgy szintén. Ami azt illeti... Hadba kerültek egy indián törzsecskével, akik még nem tértek át a kereszténységre. És a portugálok voltak az agresszorok, ahhoz képest egész érdekesen had a háború. Mármint új Portugália volt az agresszor. Vagy... Nem maga Portugália, nem ahogy gyarmati állam indított a háborút, hanem maga Portugália. Jó, itt mindenhol pofozzuk a benszülötteket, szegénykéket. Force Limit fölött vagyok, hogy miért kerül ennyibe? Force Limit fölött vagyok 10 rugóval, oké. Okay. Fölveszik a Force Limites ípsét, hogy fölvigye 10%-kal a Force Limitünket, és ezzel le fog menni a fenntartási költség. Eléggé rendesen. Ja, lényegében fizet magáért a fazon. Növeljük inkább a kapcsolatainkat, mint a kalózaink effektivitását. Nem olyan erősek a kalózaink. Na, Oroszország, messze neked ablak nyugat felé. Oké, okay, házassága a Rurikovicsokkal. Oroszország, ami azt szerintem nem is két, hanem három fronton harcol, Skandináviával, Lengyel-Litvániával és a törökökkel. Ez érdekes lesz, hogyha nem tudom lefoglalni Skandináviát eléggé a birodalomban, legalábbis. Elkezdett visszajönni a manpowerünk, ami nagyon jó. Lejárt az osztrák béke. Jövőre indítjuk a háborút. Nem, két év múlva indítjuk a háborút.